Lacival 40 éve ismerjük egymást, még Erdélyből, Kolozsvárról. Abból az időszakból, amikor a Ceausescu és Kádár rendszer egyáltalán nem rózsás éveiben az erdélyi táncházak hangulata és a Kallós Zoltánnal megtett néprajzi gyűjtőutak furcsa cinkossággal, összetartozás tudattal kötöttek össze bennünket. Őt a ditrói zenészfiút, és engem a budapesti táncoslányt. ...1960. május 1-ének a reggelén a ditrói tűzoltózenekar éppen gyakorolt a felvonulás miatt, édesanyám pedig a ditrói szülőotthonba vajudott. Reggel 9 körül születtem meg, egy ilyen zenevona közepette. Itt ezen az oldalon új havas teteje látszik, ott fekete sorok, és bent itt van a Ditró patak völgye. Fölfele. Van egy tudatunk, egy legendánk, hogy a Kelemenek hogy kerültek Ditróba. Az a legendája a családnak, hogy a Lázár grófoknak voltunk a hajdúi, a katonái, és az ilyen jellegű szolgálatok miatt kaptuk meg azt a Kelemendom nevű területet, ahol aztán letelepedett a család. Itt volt a Kelemen Károly bácsinak a háza, itt ez a Kelemendom. Rokonok laktak körbe mindenhol. Ezen a dombon szánkáztunk Enzével. Ez most olyan kicsinek tűnik, de akkor meg olyan rendes jó domb volt. Lehetett szánkázni. Laci miután 1979-ben érettségizett Marosvásárhelyen, a kolozsvári György Dima zeneművészeti főiskolán folytatta tanulmányait zeneszerzés szakon. A komponálás mellett erdélyi vokális és hangszeres népzenét gyűjtött és játszott, tagja volt az erdélyi táncház mozgalom egyik legendás zenekarának, a Bodzafának. Hát elkezdtünk eljárni mi is ide a táncházba. Találkoztam én a feldolgozott népzenével korábban is, de az teljesen más volt, mint az, amit a nyersen ráadás a székiben el kellett játszani ott, vagy játszottak ott a fiúk. És meg is döbbentem tőle, valahogy úgy, mint ahogy a sebőik is megdöbbenhettek annak idején, amikor meghallották először ezt a nyers zenét, ami ennyire előtt mindentől, és éppen ezért ennyire modern. Nagyon nagy szerencsém az, hogy én ebbe születtem. Tehát az ember nem szeret ki a saját véréből, mert az a testének a része. Nálam az egész az attól a felismeréstől vált hiteles és egységgé, amit a táncmozgalom okozott. Tehát hogy én attól kezdve, hogy ez az én zeném, hogy ezt én felfedeztem, hogy ez része az életemnek és a nagyszüleim és a dédnagyszüleim életének, ezért én utána a lehető legtermészetesebb egységben éltem meg ezt a kettőséget. Nem volt semmiféle tudathasadásos állapot ebben a dologban. Nekem a mai napig sincs különbség egy ilyen szempontból egy Beethoven szimfónia vagy egy gyergyói népdal között. Zene, tehát bennem van, működik, és ezért talán könnyen is tudom összekapcsolni a két dolgot. Azért kell gyűjteni, mert pillanatokon belül kívül az a vadvirágos rét, ahol eddig járkáltunk. Megszűnik a hagyomány átadás folyamata a falakban. Ezért jött létre a hagyományok háza, és a hagyományok háza begyűjti ezt az anyagot, majd megszervezi a hagyomány átadásnak a lokális folyamatait is. Ez a nagy terv, ez a nagy stratégia. Világéletemben ezért dolgoztam, de ez nem egy emberes munka, és nem is egy-két éves munka.